Talán nem is kéne tovább kommentálni, de azért, aki esetleg nem tudja, hogy miről van szó. Orbán Viktor miniszterelnök előterjesztésére Áder János köztársaság elnök augusztus 20-án a Magyar Érdemrend lovakkeresztjét adományozta Bájer Zsoltnak. Figyelemmel Bájer Zsolt társadalmat megosztó, a keresztény szellemiséget és erkölcsel illetően szembenálló nyilatkozatainak sokaságára részletesebb magyarázatot várt volna a magyar közvélemény. Számtalan, ezért írásbeli kérdésre próbáltam ezt kideríteni. Számtalan sértegető hangnemben megfogalmazott, törvényellenes módon érdemi válasz nélkül hagyott kérdés után végül egy közérdekű adatigénylés adott válaszból derült ki, hogy nem Rogán Antal és nem is Lázár János, hanem ön volt az, aki a botrányos javaslatot megtette. Elég érdekes azt tekintve, hogy Bájer Zsolt milyen vállalhatatlan megnyilvánulásokat tett az elmúlt időszakban. Idézek is még egyszer egy-kettőt, tehát a cigány gyerekek elgázolása esetén taposunk bele a gázba. A pesti zsidósággal kapcsolatban azt mondja, hogy ők azok az indok zsidók, akik létükkel igazolják az antiszemitizmust, és a pápáról, Ferenc pápáról pedig nem kevesebbet állított, vagy mondott nyilvános publicisztikájában, mint hogy a pápa vagy egy demens vénember, aki teljességgel alkalmatlan a pápai poszt betöltésére, vagy egy gazember. Fentiek tükrében szeretném kérdezni, hogy ön szerint ez az otromba hangnemben valóban példaértékű újságírói tevékenysége. Ön szerint ez lenne az egyetemes emberi értékek gyarapítása, ami alapján egy ilyen kitüntetésre érdemessé lehet válni. És kérdezem önt, mert nem csak a kormány miniszterelnök helyettese, hanem a kereszténydemokrata néppárt elnöke is, hogy ön a kereszténydemokrata néppárt elnökeként felterjeszt egy olyan embert, aki nyilvánosan a katolikus pápáról ilyeneket mond, ilyeneket ír. Várom válaszát, miniszterelnök helyettes úr. Köszönöm, képviselő úr. Tisztelt országgyűlés, megadom a szót. Semjén Zsolt miniszterelnök helyettes úrnak. Parancsoljon, miniszterelnök helyettes úr. Nagyon szépen köszönöm a szót, tisztelt elnök úr, képviselő úr, tisztelt ház. Nagyné Pintér Jolán a gulágokban elpusztultak emlékének megörökítésére alapítvány elnök helyettese a következő szövegű felterjesztést javaslatot tette. A gulág rabtelepein fogvatartottakkal való érzelmi azonosulásért, az erdélyi magyarság életének hiteles bemutatásáért. Én hajszál pontosan ezt a szöveget hagytam jóvá és írtam alá. Más vonatkozásban indulatból írt, szerencsétlen mondataiért Bájer Zsolt bocsánatot kért. Személyes vonatkozásban pedig. Gyerekkorában Bájer Zsolt mellettem ült az iskolapadban. Mellettem fog állni a halálos ágyamon is. Én Bájer Zsoltot sose fogom megtagadni. És önöknek, a szocialista pártnak csak azt kívánom, hogy legyen legalább néhány olyan ember, olyan publicista az önök holdudvarában, aki magyarságban és tehetségben megközelíti Bájer Zsoltot. Megköszönöm miniszterelnök helyettes úr válaszát, viszont válaszra megadom a szót képviselőnek. Képviselőtársaim, hallgassuk meg egymást. Azt gondolom, ez a leghelyesebb. Köszönöm a szót, elnök úr. Én nagyon remélem, hogy egyszer sem kell szégyenkeznem, hogy ilyen szöveget egyáltalán előadó vezető politikus mellett kelljen ülnöm bármikor, mint amit ön itt most előadott gyalázatos módon. Egyetlen egy gyűlölködő antiszemita, cigányellenes vagy éppen a katolikus pápát ócsároló embert nem lehet ennek a nemzetnek a nevében közös kitüntetésre felterjeszteni, akkor sem, ha maga haverja. Szégyelje magát. És tudja, mi a különbség még mindig Bájer Zsolt meg ön között? Hogy ezek szerint állítólag Bájer Zsolt bocsánatot kért, én nem hallottam. Tegyük fel, hogy most nem hazudott. Ön bocsánatot kért ezek után, hogy felterjesztette a magyar nemzet nevében közös kitüntetésre. Miniszterelnök helyettes úr, ha ön ezt most nem teszi meg a következő egy percben, akkor ön szégyene ennek az országnak, és szégyene a keresztény demokráciának is úgy, ahogy van. Köszönöm szépen. Tisztelt országgyűlés, viszont válaszra megadom a szót Semjén Zsolt miniszterelnök helyettes úrnak. Parancsolja, miniszterelnök helyettes úr. Az én javaslatomban két dologról van szó. A gulágról és a határon túli magyarságról.
60. évfordulója van a Gulágnak. Önöknek, mint jogutód pártnak ebben a kérdésben mérsékeltebben kellene viselkedni, és nagyobb empátiával azok iránt, akik az ön elődjük eszmerendszere miatt jutottak a Gulágra. A másik, 2004. december 5-e van, az önök pártjának a hazárulásának és a nemzetárulásának a napja. Bayer Zsolt a magyarság mellett árt ki, ezért javasoltam kitüntetésre. Önöknek a mai napon a legnagyobb csöndbeli szégyenben kell lenni a hazárulásuk miatt.